A Karancslejtősön történt kitörés emlékére szervezett megemlékezést a Magyar Szakszervezeti Szövetség Bánya, Energia és Ipari Dolgozók Nógrádi Szervezete. 1884-ben volt az első olyan esemény, ami emberáldozatot követelt a bányásság történetében. Tarhos István, Erdélyből betelepült munkás volt az első áldozat, aki akkor adta életét, amikor a bányász közösség jobb munkabérért, megfelelő lakáskörülményekért, biztos munkahelyekért tiltakozott. Ekkor a bányavállalat igazgatósága a felgyülemlett tömeg közé lövetett, és a tömegből Tarhós István volt az egyetlen, aki életét adta. A bányász közösség ez ellen összefogással, komoly szervezéssel fellépett. Karancsalján levonultak a bányába, az egész közösség, tiltakoztak a hadimunkára való vezénylés ellen, és az ellen, hogy a bányát, gépészeti részét kitelepítsék Németországba. A tiltakozásnak az eredménye az lett, hogy sikerült meggátolni a bányagépeknek az elszállítását, az ellenállókat pedig ott a helyszínen kivégezték. Bella Zsuzsa festményén örökítette meg ennek a gyászos eseménynek a történetét, amely közösségi összefogásból készült el. A festőművész egészségügyi okok miatt nem tudott részt venni a megemlékezésen, így üzenetét felolvasták. A történetet Páles Lajos könyvéből ismertem meg, ahol részletes leírást közölt az 1944-es eseményekről. Erre tudtam támaszkodni. A fantáziám megelevenítette az időt, az embereket, írása segítségével mélyen átéreztem a bányászok és azon belül egyes személyek tragédiáját is. A fejemben fokozatosan kirajzolódott a téma, körvonalazódott a kép szerkezeti felépítése. Hozzáláttam a megvalósításhoz. A kivégzés pillanatát ragadtam meg, ahol a bányadombon a három áldozat utolsó perceit éli, mielőtt letaglózta őket a gyilkos tisztgólyója. A domb alatt körbezárva a bányásztársak megrendült tanúi voltak a gyilkosságnak. A kép túloldalán megjelenítek néhány asszony, gyereket, akire rászakadt a borzalom következménye, a gyász, a veszteség, az árvaság. A beszédek után a koszorúzás következett. A megemlékezés virágait elsőként a Bánya Energia Ipari Dolgozók Szakszervezetének képviselete, Fekete Zsolt Salgó Tarján megyei jogúváros polgármestere, Bagyasalja képviselete, végül a Magyar Szakszervezeti Szövetség képviselete helyezte el a festmény alá. A koszorúzás után Fekete Zsolt polgármester megtartotta ünnepi beszédét. Érintett vagyok, mert bányász családból származom apai ágon, több generációra visszanyúlva. Azt próbáljuk feleleveníteni, hogy milyen volt a bányászlét, milyenek voltak a bányászok, milyen összetartó, nagyon szoros kapcsolat volt közöttük, hiszen a fronton voltak, és nem volt véletlen ez a megfogalmazás, hogy a fronton, és soha senkit nem hagytak hátra. Én arra szeretnék mindenkit kérni, hogyha legközelebb jövünk koszorúzni, próbáljon már meg magával hozni mindenki legalább egy fiatal embert, akinek el tudjuk mondani, át tudjuk örökíteni. A megemlékezés végén a jelenlévők közösen hallgatták meg a bányász himnuszt.